Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Derűlátók című műsorban. A szadai lokálpatrióták szervezésében immár harmad ízben találkoznak ezzel a műsor összeállítással, úgyhogy tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánok Önöknek a harmadik Derűlátókon is. És ha Derűlátók címet adtunk nekik, akkor elmondom, hogy feltétlenül hiszünk abban, hogy itt minden kiderül ma este, legalábbis azokról, akik vették a bátorságot, és elfogadták a meghívásunkat ebbe a műsorba vendégként. És az is a reménységünk, hogy itt mindenki derül majd, hiszen remélhetőleg derűs beszélgetésben vesz részük, és hát kiváló szórakoztató produkciókat is hoztak a vendégeink, ezúttal a művész vendégeink. Úgyhogy még egyszer kívánok Önöknek egy tartalmas időtöltést, és ezek után nem is marad más dolga, mint hogy behívjam az első vendégünket. Mégpedig a kiváló táncművészt, Topolánszky Tamást! Isten hozott, szervusz! Szervusz, Isten hozott! És a meglepetés vendégeket, már is ezzel kezdjük. Érkeztek meglepetés vendégek. Hölgyem, uram, kérném szépen a megjelenést. Két kiváló táncművész, pontosabban majd kiderül, az egyik inkább énekművész, a másik pedig egy kiváló balettművész. Hölgyem és uraim, fogadják szeretettel a két fiatal művész. Tessék, várunk benneteket. Gyertek, Nanni és Vince. Sziasztok, foglaljatok helyet. Kedves Nanni, kedves Vince, itt talán az elsőben. Hát, mivel én meghíztam egy kicsit, én maradok egyedül ebben a fotelben, úgyhogy ti meg még elfértek, úgyhogy köszönöm szépen. Hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és azért kicsit bővebben is, hogy kik a meglepetés vendégek, de szerintem, ha most megkérdezném a kedves közönséget, akkor azt mondanák, hogy hát Nanni, meg a Vince, meg a Tamás talán van valami több közük is egymáshoz, mint hogy mondjuk művészember mind a három. Kedves édesapuka ugyanis, ugye, Topolánszky Tamás, és a két gyermek, két-két mondatban mutasd be őket, légy szíves. A fiam az első szülött, úgyhogy kezdem vele. Sejtettük, igen. Topolánszky Vince, ő mindenféle sportot kipróbált és jól mozog, természetesen. Ezen kívül a Magyar Táncművészeti Főiskola második éves hallgatója klasszikus balett szakon. Ott 10 éves kortól kezdődik el a képzés, 9 éven át tart, és utána főiskolai végzettségével végeznek szerte a világban, illetve a Magyar Operaházban általában klasszikus balett szakról. Bár ő modern tánc és néptánccal akart foglalkozni először, én mondtam, hogy egy kis klasszikus bázis nem árt, úgyhogy akkor próbálja meg. De azért nem volt egy drasztikus lebeszélés, ugye, emögött? Nem, én szerelmes vagyok a szakmámban, de semmiféle erőltetés nem volt a fiam felé ezzel kapcsolatban. Kedves Vince, légy oly kedves, van ott egy használati eszköz, vedd magadhoz, és nagyon remélem, hogy majd veletek is szót tudunk ejteni, már csak annál is inkább, mert én a Vincéről olvastam, ugye egyrészt természetesen, hogy klasszikus balettel foglalkozik, és hát azért nem is akárhogyan. Én meglepve olvastam egy műsor füzetben a te neved. Ez hogyan lehetséges? Ez mégpedig a Diótörőben. No persze nem a Diótörő herceget alakította, hanem ezt így szoktátok mondani, ugye a kis Diótörőt. Ez melyik darabban és mikor volt ez, Vince? Hát ez idén volt, az idei szezonban. A kis Diótörő szerepét is játszottam, azon kívül Misit és Ferit. A Magyar Állami Operaházban volt. Szerénysége tiltja, hogy ezt elmondja. A Magyar Állami Operaházban, kérem szépen Vincének. És aztán, drága, hát neked gyakorlatilag eredeti neved úgy tudom, hogy Viola. Ez egy Valbe. Mutasd be, légy szíves. Igen. Így van. Topolánszky Viola Fanni, a faluban általában Nanninak ismerik, úgyhogy szerintem az a köztudottabb megszólítás a Nannikának. Nanni Fanni Viola, Isten hozott téged is. Pedig helyben néptáncol természetesen, de a lovak szerelmese, úgyhogy azt hiszem, hogy ő afelé orientálódik mostanában. Bocsánatot kérünk, de hát nem, majd nem csak tőled, hanem a második részben szereplő kiváló művészünktől is, Sasvári Sándortól, Sasitól, hogy lóiben nem nagyon gondoskodtunk. Színpadról igen, hogy lehessen táncolni, még talán zenéről is, igazi muzsikusokról nem. No, de tőled is hallottam valamit, vagy felőled is hallottam valamit, mégpedig egy érdekes jelenetet talán láttam, vagy csak hallottam, nem is tudom, de azt tudom, hogy a macskákról beszéltél.
Ez még az iskolában, vagy óvodában, vagy hol volt, ez mesél már erről valamit. Mégpedig beszéltél a házi macskákról is, meg ha igaz, akkor a vadmacskákról is. Ez mikor történt? Vagy Piboly, milyen fellépés volt ez? Hát a Kimiben tudós. Volt egy ilyen, de hol, mesélj már a helyszínről valamit, kiszervezte. Hát az iskolámban volt. Akkor mesélj, de melyik iskola? A Székely Bertalan iskola. Lokálpatrióták, kérem szépen, Szadai Székely Bertalan általános iskola, ezek szerint, és akkor volt egy ilyen vetélkedő. Igen. És ott, ha igaz, akkor valami duettben mondtatok valamit, a főabáta? Itt van, akivel mondtam. Itt van? Igen. Hát akkor legalább álljon már föl itt. Itt van, ott mutogatnak, hát tapsoljuk meg őt is. És te voltál a házi macskás, ő volt a vadmacska, vagy hogy volt? Együtt mondtuk. Együtt mondtátok. Egyébként tényleg kedvenc állatod a macska? Hát az is. Az is. Hát a ló az elsősorban. Igen. Akkor még néhány kedvenc állatot tisztelette. Kutya. Igen. Na, állatokat fejezzük be, mert aztán majd végén rám is sor kerül, jól nézünk ki. Úgyhogy ezt a részét most hagyjuk. Inkább egy kicsit a művészi pályáról. Mi az, amit te el szeretnél érni, Vince? Tehát azt azért apa elegánsan itt megfogalmazta, hogy azért mégiscsak sikerült úgy orientálni, hogy az e műfaj mellett, ha nem is kötöttél ki véglegesen, de azért ez a stabil, ugye, ez a klasszikus balett. Hát mindenképpen színpad közelben szeretnék dolgozni. Hogy tánc vagy másféle, az majdnem mindegy, de inkább a tánc, a felé hajlok. És mindenféle más műfaj. Prózai előadó művészi szerintem, mert olyan szabatosan és szépen fogalmaznak a gyerekek, hogy tényleg tanítani való, és neked valami titkos, nem titkos vágyad? Hát én lovas leszek. Lovas leszel? Igen. Jó, akkor maradj itt, légy szíves, végig a műsor végéig, mert azt tudod, hogy ki lesz a második rész vendége, már elárultuk itt a nevét, hát ő nagy lovas, és hát fantasztikusan bánik a gyerekekkel is, hát remélem, azt hiszem, ismeritek is egymást, de hát még szorosabb lesz majd ez a kötelék. Na most azt szeretném kérni, hogy melyikőtök konferálja föl, mert látok én itt egy ilyen székely öltözetet, meg egy nagyon kedves népviseletet, ebből kitűnik valami, hogy valami közös produkció, vagy önálló, egyenként szóló produkció, mi lesz ebből? Közös produkció, híres szadai gyűjtés, tehát most itt Adjendre utca 35-ben gyűjtöttük. Igen? Igen, úgyhogy ez a tánc lesz, egy szadai népdal, és egy picit táncolnak is, majd ezt elárulhatom. Úgyhogy akkor most megköszönjük, hogy itt beszélgethetünk egy kicsit, remélem, hogy folytatása lesz egy későbbi műsorban. Most viszont tisztelettel el is kérjük tőled a mikrofont, készüljetek a produkcióra, ha még van hozzáfűzni való, akkor mondjátok, ha nem, akkor most várunk benneteket itt a színpadon. Topolánszky Nanni és Topolánszky Vince. Topolánszky Nanni és Topolánszky Vince, köszönjük szépen! Isten veletek, sok sikert, minden jót, gratulálunk, köszönjük szépen!
Ha néhány városnevet felsorolok, az természetesen, hiszen én magam is kigyűjtöttem, a bizonyos Győr, Pécs, Szeged, aztán Kassa, Pécs, vagy Pécset már mondtam, aztán Szarvas, szóval ilyen, de én mondok majd később külföldi nagy városneveket is. De tényleg mióta is, vagy hogy éltek itt? Mi 2004-ben építettük a házunkat Szadán. Többször egyébként van kötődésünk a régióhoz, édesapám és testvéreim Veresegyházán jöttek fel. És én pedig Újpalotán születtem, tehát én pösti legény vagyok, de onnan elkerültem Szegedre, Grácsba, mindenfelé, aztán még úgy 2004-ben Szada mellett döntöttünk, amit nagyon nem bántam meg, és nagyon boldog ember vagyok, ugye nyugodt szívvel tudok nyilatkozni, mint lokálpatrióta, mert nagyon szeretem a falut, és szeretünk itt élni, szeretnék itt megöregedni, és úgyhogy hátha, de már elfelejtik azt, hogy mi van. Tetszettek figyelni, kérem szépen! Gyerekek megmosolyogták, hát ők is komolyan gondolták természetesen, nyilvánvalóan. Hát egy kicsit szakmázzunk, no, persze ez nem tőlem várja a kedves közönség, mert jól is néznénk ki, de azért egy-két érdekes fogalmat hasztisztázunk, mert hát, hogyha nem csak én vagyok annyira laikus. Mert ugye azt nagyon sokan tudják, ugye, hogy a balett az egy olasz kifejezésből ered, ugye a balletto, ha a szó szerinti hevenyészet fordításomban talán így lehet mondani, hogy táncocska, ugye? És hát ebből alakult ki a balett. És a 16. században volt ennek fénykora. És nyilvánvalóan neked azért elméletben is meg kellett ezzel ismerkedni, mert azt feltételezem, hogy te is ilyen kislány, vagy kisfiú korodban, vagy ilyen kislány korú korodban, úgy értettem, hogy 9 éves, 8 évesnél hamarabb kell, hogy megtanuld ezt, ugye? Azt el kell mondanom, hogy ugye jó magam elárultam születésem, hogy 72 demográfiai csúcs szinte. Úgyhogy nálam 900-an voltak, amikor néptánctagozatra jelentkeztem, és 42-t vettek fel ebből. Én válogatott focista voltam, akkor egyébként néptáncoltam 6 éves koromtól, de annyira akkor már nem volt számomra érdekes a dolog. Viszont anyukám nem akart, hogy focista legyek. Ezáltal... Elég volt, hogy az édesanyád azt mondja, hogy hát én után... Hát Elég, persze, most utálja a focit. Ma már sajnos a férfiak, vagy apukák is. Úgy történt, hogy sunyiban beiratott. Tehát, hogy a persze. Illetve eldugdosta a behívó leveleimet a futballklubokhoz. És elmentem, és 3 napos volt a felvételi, és akkor az utolsó 100-ban benne voltam, akkor elkezdett már érdekelni, hogy ajjajjaj, most már csak vegyenek föl. Nem? De, és mégis az milyen. És onnantól kezdve beleszerettem, tehát nagyon örültem, hogy mai napig örülök, hogy ezt a szakmát választottam. Hát, hivatást. Fiatal ember vagy, de azért az elmondható, hogy szerintem, hogy 23 éve került a Szegedi Nemzeti Színházhoz, 91-ben? 91-ben, igen. 91-ben, így van. És aztán azért ugorjunk az állomásokon, mert hogyha egyrészt az, amit én most itt összegyűjtöttem, adatokat, ha most csak ennek a 70%-át elolvasom, akkor körülbelül 30 perc múlva majd neked is szót adok, mert annyi adat gyűlt össze. Tehát időben is ugorjunk azért elég sokat. Tehát a szegedi munkásságod után gyakorlatilag következett egy olyan 5 éves időszak, amit már Grácsban töltöttél, mégpedig a Gráci operában. Igen. És ez azért is érdekes, mert ugye talán azt hiszem, hogy ezt sokan tudják, hogy ez a Ausztria második legnagyobb operaháza. Ez és ott azért 5 évet letölteni, nyilvánvalóan azért az nem akár. És ugyanaz a tervezőpáros tervezte, aki a Szegedi Nemzeti Színházat, mivel hogy monarchia, úgyhogy... Nem váltottam épületet túlzottan. És minek köszönheted az 5 éves ott létedet? Tehát nyilvánvalóan tehetséges ember, koreográfus, ugye szerepeket kaptál, főszerepeket kaptál, stb. Igen, ebből látom. Azért el kell mondom, hogy 1987-ben kezdtem ugye a professzionális pályafutást az Állami Balettintézetbe akkor, aminek a jogutódja lett a Magyar Táncművészeti Főiskola, ahol mi már végeztünk néptáncművészként. Ezután én úgy döntöttem, hogy Szegedi Baletthez szerződöm, még Imre Zoltán hívására, és 93-ban alakítottuk meg a Szegedi Kortárs Balettet. Mára szerintem az ismertebb formája ennek a dolognak. Ott egészen 2001-ig voltam valóban, a vezető táncos az együttesnek. Fantasztikus évek voltak, csodálatos. Nagyon sokat tanultam, és a gyerekkor ott volt, tehát nincs mese, ott nőttem föl, úgy gondolom, ott váltam érett művésszé. Majd úgy éreztem, hogy szakmailag 10 év, nagyon rövid szakmáról beszélünk, ezt el kell, hogy mondjam mindenkinek. Nagyon hosszú ideig kell tanulni, és iszonyú rövid a karrier. Tehát ha azt mondom, hogy valaki igazán aktívan 15 évet lehet említeni ebből, vannak példák 25-ig, illetve akár 30-ig is meg lehet jelenni a színpadon, de a nagyon aktív periódus az rövid ahhoz képest, hogy milyen a tanulási folyamat.
illetve más szakmákhoz képest. Mondjuk egy színész, mire mi már lassan befejezzük, egy színész addigra lesz igazán rutinos és érett, és akkor kezdődnek a legnagyobb szerepek szerintem. Na, tehát ezzel együtt, ami fontos volt, pont ezért, hogy eltelt 10 év Szegeden, úgy éreztem, hogy szakmailag váltanom kell, és már előtte is volt megkeresés, de nem tudtam részt venni próbatáncokon, mert annyit utaztunk, akkor pont szegedi kortársba lett el, és egyszer csak jöttem vissza Horvátországból, beugrottam egy beszélgetésre, majd egy próbatánc volt, ahol mondták, hogy maradjak egy hétig, mondtam, hogy egy napon van, mert holnap kezdjük a Mandarin filmet forgatni Pesten, és, de mondta, hogy lehet, hogy jó napon van, lehet, hogy rossz, mondom, hát lehet, hogy neked is jó napod van, meg lehet, hogy rossz, tehát innentől kezdve ez nem így határozza meg, és akkor gyorsan ott egy nap után kaptam egy ajánlatot, amin elgondolkodtam, és pont olyan helyzetben voltam, és olyan helyzetben volt a másik együttes is, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy én onnantól kezdve máshol táncoltam. Tovább egyébként vendégként még utána voltam náluk, de onnantól kezdve Grazhoz kötöttem, ahol nagyon szép 5 évet töltöttem szintén. Azonos méretű város körülbelül, mint Szeged. Tehát én szerettem akkor ezeket, ami jó, mert minden megvan, élhető, kellemes volt ott élni fiatalként mind a kettőben. Grazhban már a első gyermekem is velünk volt, a feleségem is, és az nagyon kellemes időszak volt. Nagyon nyitott társadalomat ismertem meg, és nagyon sok mindenben pozitív élményekkel távoztam az országból, de én magyar vagyok, és itt szeretnék élni, úgyhogy ezt 5 év után úgy döntöttem, hogy én szeretnék visszajönni. Ők nagyon csodálkoztak ezen, meg páran, pont még Sasi is említette, hogy nem vagy normális, de nem baj, nekem ez így most jó, és amíg lehet, azért én itt próbálkozom. De javaslom mindenkinek, hogy azért inas éveket töltsön kicsit máshol, nyelvek, másfajta kultúra, aztán utána építsük ezt a kis országunkat. És közvetlenül utána a Békés-megyei Jókai Színházhoz kerültél, hát azért volt ott, nem, ahogy én Ausztriából visszajöttem, azonnal az Experience megkeresett, hogy legyek a táncmesterük, igen. Tetszenek hallani? Aztán utána 5 évig voltam az Experience-nek is a táncmestere, de mellettem vendégeskedtem, mert ott úgy beszéltük meg, hogy az ő programjuk is nagyon össze-vissza van. Kaptak egy prioritást tőlem, de mellette én vállalhattam más dolgokat, és akkor már elkezdtem tanítani a Táncművészeti Főiskolán is, illetve nagyon sokat koreografáltam Kecskemét, Békés Csaba, Zalaegerszeg, tényleg nem is tudom felsorolni, szóval talán nagyon sok színházban, vidéken meg Pesten egyaránt. Tamás említette, hogy tanít a főiskolán már legalább 5 vagy 6 éve, de megint szerénységet tiltja, mint hogy gyerekeiben is ezt megismertük, felfedeztük ezt a tulajdonságot, hogy ha igaz, akkor 3 vagy 4 éve a docense vagy a főiskolán. Nem, főiskolai adjunktus vagyok. Adjunktus, tessék. Igen, azért fantasztikus. Igen, hadd hozzuk zavarba egy kicsit. Ezek olyan csodálatos titulusok biztos, a táncművészet egy kicsit másképp néz ki szerintem, szóval azt csinálni kell, és bármilyen titulussal ruházzák fel az embert, azért az addig működik, ameddig. Na persze, azért mindenki tudja, hogy emögött komoly feladat van és munka van. Persze, nem azért akartam mondani. Persze, természetesen. És 2011 óta végzett azt a tevékenységet Egerben, amit úgy hívnak, hogy az Egri Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának, vagy gyakorlatilag az igazgatója, vezetője. És a GG Tánceger a neve. Ez illetve a teljes név az az. Igen. Úgy éreztem, hogy nem annyira PR képes maga, hogy Egri Gárdonyi Géza Színház tánctagozata az egy kicsit hosszabbnak tűnik, mint a csár. Úgyhogy GG Tánceger, igen, és hát ez egy újabb kihívás volt az életemben, pont ugye befejeztem, tehát nem rohangálok azért össze-vissza, bár tudom, hogy sok hely van, de ezzel együtt azért tisztességgel 10 évet eltöltöttem Szegeden, 5 év Grácz, 5 év Experience-ban volt sok vendégeskedés, már 10 év Szada is van. Igen. És közben most Eger, ez 2011, igen, akkor fölkértek erre a feladatra. Ez egy újabb kihívás volt, amit említettem, mert én nem vezettem még együttes, persze mindig nagyon komoly elképzeléseim voltak, hogy ezt hogy kéne csinálni, tehát nagy lázadó voltam, úgyhogy egyszer csak úgy van, hogy akasszák a hóhért, és akkor lássuk, hogy mit tudok. Néhány dolgot ugye pont a szegedi tevékenységed alapján is kérdezem, hogy még telefonon is beszéltük, hogy volt egy darab, ami szintén hatalmas sikert aratott, egy francia szerzőnek, a Blanchardnak az egy ilyen darabja. Na most, annyit... Hol találtad meg? Nagyon szerettem, de kíváncsi. Nekem azt tűnt föl, nekem laikusnak, ugye, hogy ez 5 szereplős darab. Annyit tudok a balettről, hogy van ugye pas de deux. Ugye ez ketten csinálják. Sőt, hallottam arról, ugye hát ez francia kifejezés, hogy van pas de trois, vagyis ugye ezek szerint akkor 3 szereplős. Ezek szerint esély már mondani, hogy akkor van pas de cinq is. Mármint, hogy 5 szereplő? Lehet, de azért... ahova érkeztem most arra, meg közben, és nagy időt eltöltöttem, azért az a kortárs tánc és a modern tánc művészete.
azért ott szabadabbak ezek a dolgok, bár ugyanúgy fellehetőek darabszerkesztésben, padödők, padötruák, egyebek. Ez öt fiú volt ennyi, de én voltam egy ilyen. Te voltál egy ilyen. És még egy dologra feltétlenül szeretnék rákérdezni, ami szintén úgy gondolom, a te szakmádban mindenféleképpen egy kihívás. Ugyanis ha azt nézem, hogy ugye Óza Nagyvarázsló, ugye zenés mesejáték, vagy a Muzsika hangja musical. Hát bocsánat, ez gyerek darabok, ott gyerekekkel kell foglalkozni, mert látom, hogy a gyerekeidet jól neveled, meg jól foglalkozol velük, de hát ez óriási munka azért gyerekeket mozgatni koreográfiában, vagy rendezőként. Hát ilyenben, egyébként a Muzsika hangja veszélyes, szerintem nem gyerek darab, de gyerekek vannak benne valóban. Gyerekek, úgy értettem, bocsánat, igen. Gyerekekkel kell foglalkozni. A legvadabb a Légy jó, mint halálig volt. Tehát aha, amikor elengednek itt 12, 13, 14 éves fiúkat, és akkor azokat kordába tartani. Az ott síp volt a végén, mert annyira elment a hangom. Pedig imádtam őket, de hát az olyan lendület volt, és annyira nem voltak trenírozva a színházi szabályokra, hogy az... De ez igazán kihívás akkor, nem? Ez a kihívás. Így győzelmet aratni, kordában tartani őket. Én így kipróbáltam sok mindent. Tehát ugye a színész kondicionálás, meg a táncművészek kondicionálása abszolút különböző dolog. Tehát az... Az nagyon más, de én ugye alkalmazott koreográfiákat készítettem, sajátot is, úgyhogy így mindegyik szegmensben van tapasztalatom erről. Azt nem tudom, hogy nálatok van-e úgynevezett nívósorrend, vagy nem tudom, hogy közönségnél van-e. Mert ugye, ha jól összeszámoljuk, az igazi nagy társulatok a témifajatokban azért ugye Budapesten kívül Győrben, Pécset és Szegeden van. Így van, ugye? Hát nemzeti színházak. Igen, nemzeti színházak alapvetően csak ők. Igen, és van... Van nívósorrend, óhatatlan. Hogyha valakinek például csak, és ez nem rossz értelemben csak, ez a jó, ez a pozitív táncművészettel kell foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a színház különböző darabjaiban nem kell benne lenni, hanem csak a saját előadásaik koncentrálhatnak, az természetesen a tetej dolognak. Ez manapság már nem nagyon történik meg, még Nyugat-Európában sem. Általában, még a Grácz Operánál is egyébként az volt, nagyon sok nyugat-európai színházban, hogy bizonyos szolgálatot, bizonyos tevékenységben a színházat meg kell segíteni. Kérdés mondta, ezek ugye zenés darabok, illetve prózai művek akár, és mellette az együttes tudja csinálni a saját előadásait a színházon belül, és ennek megvannak abban a pillanatban az infrastruktúrális háttere megteremtődik. Tehát ez egy jó üzlet mindenki számára, ők jó minőségi táncművészeket kapnak, és a jó minőségű táncművészek pedig valóban kreatívan jól tölthetik a dolgukat. Ez lenne a lényeg ennek a kettős létnek. Amikor már valaki, és ebben van olyan példa, ami ezt erősíti, van, ami pedig visszalendíti. Tehát van olyan példa is, amikor csak azzal foglalkoznak, de sajnos nem olyan. Van, amikor mind a kettővel kell foglalkozni, és mégis jól megy a dolog. Én szeretném, hogy jól menjen mindenkinek egyébként, aki csak a táncművészettel foglalkozhat. Illetve az is, akinek színházi produkciókat is kell csinálni. Maguk a színházi produkciók nagyon sokszor nagyon jó tanuló pénz, tehát azért ott több művészeti ág találkozik. Én eleve hiszek a több tagozatú színházakban, tehát hogyha van operajátszás, próza, illetve balett, az nagyon csodálatos hatásokkal tud egymásra lenni. Megismerik egymás művészetét az emberek, nem ezáltal dolgoznak, és sokkal nyitottabban tudnak más művészeti ágak felé is viseltetni. Egerben ez így van szerintem egyébként. Azon nem tudom, hogy elgondolkodtak-e a kedves nézők, a kedves közönség, jó magam mondom, megint laikusként jövök elő ezzel a kérdéssel, hogy azért belegondolok, hogy a ti műfajotok azért egy összetett dolog, mert tulajdonképpen itt színésznek kell lenni, pantomi művésznek kell lenni, nem egyszerűen egy mozgásművészet ez a tánc, amit te csinálsz, ti csináltok, hanem tényleg valóságos színésznek kell lenni, mert a muzikalitásnak feltétlenül ott kell lennie, a pantomimnek, az arcjátéknak, hát ez fantasztikus, fantasztikus nagy munka. Hát nálunk már beszélnek is sokszor. Szóval, úgyhogy igen, de hát alapvetően a tánc technikának az elsajátítása az első még diákként, illetve hallgatóként, aztán utána ez fokozódik. Egyébként ez nagyon sok mindentől függ, tehát hogy ki hova kerül, mondjuk egy néptánc együttesnél, egy klasszikus balett együttesnél, vagy egy kortárs modern tánc együttesnél, természetesen másfelé nyílnak ki a művészek. Van, aki szebben fog énekelni, akár egy népdalt, van, aki egy színházon belül, akár még a musicalek felé is kacsingathat, valaki prózai szerepeket kap, ilyenre van példa. Nagyon sok a táncművészek közül, mert ugye, tehát azért nem csak a testükkel dolgoznak azért. És hogyha a legjobb az, hogyha valaki a testét nagyon jól birtokolja, és a fejébe is van valami, és akkor a személy az pont úgy tükröződik, hogy ez egy élménnyel gazdagíthatja a közönséget.
Az előbb már szóba hoztuk a gyerekekkel való foglalkozást, egyrészt a zenés mesejáték kapcsán, másrészt az, hogy amikor gyerekekkel kellett foglalkozni, de amikor majdnem, hogy felnőttekről van szó, mert most legalábbis műfajére úgy gondolom, hogy a Moulin Rouge azért az mégiscsak a felnőtt társadalmat szólítja meg. Ez így van. Az megint egy más kihívás, gondolom én, azt a milliót, azt a világot visszaadni. Igen, azt a párizsi, szeretném. Legendás párizsi mulatói hangulatot. Egyik legnagyobb táncelőadásom volt, amit csinálhattam, ez pont Egerben történt meg. Ez Lautrec életét, Toulouse Lautrec életét mesélte el táncban. Na, csodálatos élmény volt egyébként, arról is tudnék most órákat beszélgetni, de az nagy kihívás volt. És fantasztikus feladat volt egyébként, és az együttesem is nagyon jól muzsikált ebben a dologban, és nagy sikerrel játszottuk egyébként a Művészetek Palotájában is Budapesten, illetve Egerben. Sokszor. Szerintem még repertoárom van, még elő tudjuk venni. Csak nagyon sokat játszunk, azt el kell, hogy mondjam. Például idén, azért, hogy érezzük, hogy hány nap van egy évből, a táncosaim egy szezonon belül, a szezon körülbelül azt lehetné mondani, hogy mindenki megismeri, hogy szeptember végétől, október elejétől tart május-júniusig, akkor, amikor már jó idő van, az emberek kimennek a kiskertbe, és akkor már nem biztos, hogy annyira színházba akarnak menni, de akkor jönnek a szabadtériek. Lényeg az, hogy 10 hónap alatt most olyan 137 előadást fognak teljesíteni a táncművészeim, ebből, és az arány azért, hogy kinek mennyit kell csinálni, ebből 85 saját produkció. Tehát nagy részben a sajátunkat, az igazság, hogy nagy szám, tehát ez nagy balett együtteseknek az előadás számait is übereljük, tehát fölötte vagyunk abszolút. Ez nagyon terhelő, és ráadásul 8 táncművészem van, 4 fiú, 4 lány, akiket nagyon szeretek, mert tényleg nagyon rendesen dolgoznak, és mindenkinek kívánok ilyen alkalmazottakat. De hogy most meg kicsit elfáradtak szerintem a szezon végére, de azért kedden még a Táncvilágnapján, április 29-e a Táncvilágnapja. Csinálok nekik is reklámot, mert ezt valahogy kevésszer tudjuk. Sokszor, mert sok világnap van már, de nekem ez fontos, hogy elmondom. Önöknek is? Akkor igen, figyeljünk április 29-ére. Mielőtt azért még szót ejtenénk, ugye, hogy mégis miket terveztek számomra, megint két meglepetést mindenféleképpen elé szeretnék hozni, de te hoztál szintén valamit, ha nem is produkciót, de ami látványos a televízió nézők számára is, igen. Meg az itteni közönség számára csak is. Csak azért, hogy miről beszélek, nem tudom, hogy mennyire látszik majd egy icipici bejátszást abból az utolsó, ezt az utolsó 3 évben, amik készültek, ebben nem csak az én darabjaim vannak, azt el kell, hogy mondjam, nem magam felé hajlik a kezem, de sok, egyrészt más is, úgyhogy ebbe minden van, nagy részben az enyém, de sok alkotó, mert én szeretek vendégeket hívni mindig, és ezt tartom is továbbra is, minél több. Tehát az elmúlt 3 évnek egy kis összefoglaló? Igen, egy nagyon pici összefoglaló, nem fogok untatni vele semmit, csak akkor nagyjából talán látható, hogy milyen fajta mozgásvilággal foglalkozunk. Akkor tessenek csak figyelni.
Kedves nézőink, kedves közönségünk, a három perc montázs után, akkor már valóban nekünk is egy kis összefoglaló. Különféle műfajok azért megjelentek itt, és egy fontos darabot, ami gondolom, hogy a nagy közönség számára is, de neked is bizonyára fontos volt, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című bemutató, ez is Egerben. Igen, ez idén, évad elején. És milyen fogadtatása volt, meddig kell műsoron tartani? Hát sikerdarabról beszélünk egyébként, és szerintem nagyon jó Bal József rendezővel. Én szerettem ezt a verziót, ami lett belőle, Adam is, Anna is ott volt, és ők is abszolút támogatták azt. Ugye sokszor van az, hogyha földolgoznak, élőszerzőkkel azért baj van, tehát mondjuk ki. Tehát jobb, hogyha már nem tud beleszólni, szegény. Szegény szerzők. Ezt magamra is mondom. Akkor én nem is sorolok szerzőket, mert majd férjétek. De nem őket akartam bántani, persze is imádom őket, csak de tényleg jól sikerült, úgyhogy szeret, a közönség is nagyon szereti, és nagyon sokat játszottuk. Ismét az a probléma jött elő, hogy például annyit játszottunk abban a darabból, a bérletszünetben is, most is tudnánk játszani, mert olyan az érdeklődés, de mivel bérletes közönségünk van ugye Egerben, ki kell, hogy szolgáljuk őket, ami első számú feladatunk természetesen. És nem tud, annyi előadást kell játszani nekik, amiket megígértünk, hogy nem mindegyik fér be. Tehát ami már igazán hasznot termelne a bérletszünetben, azt nem tudjuk megtenni, mert amiket megígértünk a bérletben, azokat be kell mutatni. De azért ez jó is, tehát azért alapvetően ez. Kedves televíziónézők, kedves közönségünk, tehát nincs messze Eger innen sem, és azt hiszem, ahol látják ezt az adást, onnan sem, tehát érdemes odafigyelni a 2014-15-ös műsorra. Én csak kettő jegyeztem meg, vagy hármat, nem is tudom már, a Holle Anyó mindenféleképpen, és két jókai darab, kérem szépen, érdemes odafigyelni, akik szeretik a klasszikusokat, és most olyat hoztam tudatosan, hogy aki már nem élő, tehát a Jókai Szaffiát és a Cigánybárót fedeztem fel az ajánlóban, ha ez igaz. Hát igen, ez, na, és ráadásul ez táncjáték lesz mind a kettő. Aha. Az egyik táncmese lesz gyermekeknek. Hát Szaffiról mindannyiunknak van élménye, nem? Ugye hát ez a rajzfilm szerintem megvan, gondolom én. Onnan indult a Cigánybáró, ugye, tehát Szaffi címen publikálta még Jókai művet, és utána lett Cigánybáró. Szaffi lesz a gyermekeknek, illetve egy másik verzióban cigánybáróként lesz, táncjátékként lesz előadva a felnőtteknek. Tehát mind a gyermek, mind az ifjúsági közönségünknek kedvezünk, illetve a felnőtteknek is. Az egy picit más lesz. Ennyi lesz a különbség a kettőben, de kíváncsian várom én is, ez egy koprodukció lesz. Ezt egy három lábon álló produkció már most. A Dunói Városi Bartók Tánc Színház, a GG Tánceger, illetve a Nemzeti Táncszínház közösen teremti meg a produkció körülményeit, kondícióit, és utána pedig mindenhol játsszuk, tehát azonnal előadásszámot fog generálni. Sorrendben milyen időpont, milyen bemutatás? December 5-e, 2014. december 5-e Eger, uh-huh. December 12-e Dunajváros, és december 16-án építünk, 17-én pedig a MIPA, a Művészetek Palotája. Már a és bemutató. A másik darab, amit említettünk? A másik darab, amit említettünk már, hogy a Szaffi és Cigánybáró, hát ez úgy lesz, hogy ez folyamatosan együtt készül. És ahol például, hogyha Dunajvárosban mondjuk Szaffiként kell bemutatni, mert az elején gyerekbérlet van, akkor Szaffiként lesz bemutatva, az a verzió lesz bemutatva ott. Egerben biztos, hogy december 5-én Cigánybáróval kezdünk, és utána a következő előadásokban pedig van, amelyikben Szaffiként fog szerepelni, de nem ugyanaz az előadás lesz, de természetesen bázisában lesz sok közös pont, mint ahogy a Jókai művel is van közös pont természetesen. Sok sikert kívánok a nézőink nevében természetesen, nagyon jó felkészülés. Aztán én kívánom, hogy olyan jól viszonyulsz a gyermekekhez, a sajátjaidhoz is, meg a... Remélem, ők is így gondolják. Remélem, hogy ők is így gondolják. Hát majd a feleséget kell még megkérdezni, hogy mennyi terhet sikerül neked levenni, vagy ő mennyi terhet levenni. Nagyon sok, ez nekem nagyon sokat segít nekem, de komolyan. Szóval, hogy elindul a szezon, és én nagyon sokat szaladgálok, akkor ő mind a munkájában, mind a gyermekekkel úgy kell helytállni, amit csak köszönni tudok, és akkor utána próbálok én is rendesen viselkedni, ennyit, amit tudok. Akkor viselkedj rendesen, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, a Harangozó Gyula díjas Topolánszky Tamást hallották, látták. Köszönöm.
Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, folytatódik a Derűlátók című műsor, és amiben reménykedünk, hogy itt minden kiderül ma este, remélhetőleg a most következő művészről is, aki megtisztelt bennünket. Fogadják nagy-nagy szeretettel a Jászai Mari díjas színművészt, fogadják szeretettel, ugye tudják, kiről van szó, tessenek már mondani a nevét. Sasvári Sándor, Sasi, Isten hozott! Ismernek itt téged, Sasikám! Ismernek itt és mindenütt! Isten hozott, szervusz! Úgy van. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Bármikor. Foglalj helyet, mi nálunk. Jó estét kívánok! Sasvári Sándor! Melyik az én helyem? Parancsolj abban az elsőben, igen. Hát ugyanabban a helyzetben vagyok, mint előző vendégeimnél, kicsivel nehezebb helyzetben, mert itt a 3,5 oldallal készültem. Ha mindet felolvasnám, címeid, darabok, stb., akkor eltelne a 45 perc, nem ezzel szeretném tölteni. Csak 45 perc. Csak 45 perc, de a díjak felsorolása, de hát inkább én mással kezdem. Sasikám, először is, hát ma így ismernek, a közönség nevezett el téged, vagy pedig a baráti kör, művészi kör, hogy Sasi, mert most már évek, évtizedek óta szinte Sasi, vagy mindenki számít. Édesapám is Sasi volt, 1902-ben született, és filmrendezőnek indult, és ő volt mindenkinek a Sasi a szakmában is, meg a baráti körben is, és én meg a kis Sasi voltam, tehát, és az is maradtam, és aztán ez így a szakmában is, és a baráti körömben is, meg a családban is rám ragadt, és én ezt büszkén viselem, és nagyon szeretem, hogyha sasiznak engem. Már bassgitárosként is, amikor a Jazz együttesben, meg a Titanicban, bár az első ilyet szegény, de... Máté Péter is sasizott, a Cserháti Zsuzsa is, mindenki Isten sasizott, nyugodt, igen. Mindenki. Hála Jósen, megmaradtál nekünk is Sasival, és így szeretnek téged szerintem. Meg szeretik ezt a közvetlenségedet ott, ahol itt beszélgettél most itt a nénikkel, aztán most éppen nénik a... nincsenek itt. Fiatal hölgyek. Fiatal hölgyek. Köszönöm, bravo! Milyen jó, hogy kézbe veszed a ma estét, erre vártam, hála jó Istennek, végre akkor jó kézbe lesz ez a mai műsor, az Derűlátók. Szóval, Sasikám, ott kezdődött a zenei pályafutásod, akkor te már arra készültél, hogy zenélgetek, jó, megy ez nekem, de hát azért a szólóénekesi karrier, vagy éppen ez a pálya azért sokkal vonzóbb volt. Már nem, én mindig is zenésznek készültem. Édesanyám és édesapám elküldtek olyan 4 éves koromban egy zenetanárhoz, aki a Kodály módszernek a jeles képviselője, mai napig Kecskeméten, és ő azt tanácsolta nekik, hogy ezt a kis fiúcskát, a kis Sasit csak is zenei pályára irányítsák, mert hogy volt jó ritmusérzékem, jó hallásom, visszaénekeltem mindent, harmóniákat, doboltam, különböző ritmusokat kézzel, lábbal függetlenítve, és ezt édes szüleim meg is fogadták, ezt a jó tanácsot, és beirattak a Bakács téri zenei általánosba, ott klasszikus gitárt kezdtem el tanulni, 8 évig azt műveltem, aztán jöttek a kisebb-nagyobb zenekarok, és 82-ben, illetve 80-ban bevonultam katonának, sok helyen voltam, és az utolsó 6 hónapot a művész együttesben töltöttem, ahol is a Kerényi Miklós Gábor kiemelt engem a bariton kórusból, és onnantól datálódik a szólóénekesi karrierem. Be akartak szippantani, mint tovább szolgáló, de mondtam, köszönöm szépen, nekem elég ez 20 hónap a katonaságból, mert annyit voltam, akkor volt ez az átállás 24-ről 18-ra, és amikor leszereltem, akkor kerültem a Rock Színházhoz, akkor vittek el a Csuha Lajos barátom a Várkonyi Matyihoz, ott gitároztam, énekeltem neki, és a Miklós Tibi is megnézett engem, Isten nyugosztalja. És 82. március 21-én a forradalmi ifjúsági napok alkalmával a Vörös Marti téren léptem fel, a Szakácsi Sándor helyett az ő dalait énekeltem, az Evitából, a Herből, a Sztárcsinálókból, úgyhogy onnantól datálódik tulajdonképpen az ismertségem és a szólóénekesi karrierem. Említettem, ugye ez 82-ben volt, és rá 8-9 év múlva már te az év színésze voltál, legalábbis ami az év zenés színésze címet illeti. Igen, az a 91-es évek elején kaptam kétszer is egy Emerton díjat, meg egyszer voltam az év musical-énekes. Az 92-93-ban volt Emerton díj, és előtte pedig ez. Tehát, jobban tehát akkor már te, hát azért, mert fölírtam és készültem, és valamit fejből tudok, valamire nyilvánvalóan rárénzek a jegyzeteimbe, nekem ilyen szempontból könnyebb dolgom van. No, de hát azért jött a külföld elég hamar ilyen szempontból, vagy akkor tehát nem nagyon volt azért divat, hogy a 90-es évek elején szerintem kimenni, akár befutott musical színészként sem, mert hogy akkor már azért befutott színész voltál te. Nem csak most a díjad miatt. A Nyomorultakra gondolsz? Nyomorultakra gondolt, majd a Duisburg például, igen. Hát a Duisburg volt a Nyomorultak, előtte persze a Rock Színházzal bejártuk egész Európát, tehát most nem sorolom föl, az könnyebb lenne, hogy hol nem voltunk. Igen.
Mondjuk Svédországban nem voltam, de az összes többi országban szinte igen. A sztárcsinálókat játszottuk angolul, és az Evitát pedig németül, és ilyen 2-3 hónapos turnékra mentünk ki. Londonban játszottuk a Dorian Gray Tarok Színházzal, azt angolul, és aztán eljött ez a Duisburgi lehetőség, amikor is egy sok-sok meghallgatáson keresztül elnyertem a Jean Valjean szerepét a Duisburgi nyomorultaknak felépített színházban. Ez azt jelentette, hogy első szereposztásban hetente 6 alkalommal németül játszhattam a főszerepet ebben a musicalben, és ez 2 éven át tartott. Óriási élmény volt. A közönségnek is mondhatom, szerénytelenség nélkül 1550 ember állva tapsolt minden előadás után, és hát 300-nál hagytam abba, és akkor is csak azért, mert tudtam, hogy ott majd már befejeződik ez a sorozat, és más darabot vesznek elő, mert akkor már ment pár éve, és haza kellett jönnöm, hogy a Madách Színházban is eljátszom a Jean Valjean szerepét, úgyhogy ezért jöttem haza. Kollégáim irigyelnek minden esetben, hogyha például mondjuk Sasvári Sándorral mondom, hogy majd készítek interjút, vagy találkozom, mert mondják, hogy igen, vele azért is könnyű többek között, nem csak azért, mert kiváló művész és van benne alázat, hanem ha hatalmas szerepek találták meg, mert én úgy ismerlek, vagy úgy tudom rólad, hogy nem nagyon kopogtattál te szerepekért sehol sem. Soha nem kellett. Valóban, tehát szerencsésnek mondhatom magam, jókor voltam jó helyen, a Rock Színház szinte megalakulása apropóján én már oda kerültem, tehát 80-ban ők bemutatták a sztárcsinálókat, 81-ben az Evitát, amit én szabadságos katonaként áhítattal néztem, a Szolnoki Tibit, Kovács Krisztát, Szakácsi Sanyit és a többieket, Makrai Palit, a Margit-szigeti Szabad, nem, a Vörösmarty Kertmoziban játszották, és akkor én már elhatároztam, illetve vágyódtam arra, hogy én ebbe a társulatba tartozzak, és akkor, amikor leszereltem, akkor ez meg is valósult, és onnantól kezdve tényleg jöttek a csodálatosnál csodálatosabb szerepek. Az első rögtön egy főszerep volt, Juvenalis, a sztárcsinálókban, ott még a gitárba kapaszkodhattam, mint kezdő színész, de aztán a következő szerepeknél ez már nem volt lehetőség, úgyhogy meg kellett tanulnom a színészmesterséget, de erre nagyon nagy lehetőség volt a Rock Színház, mert tulajdonképpen főiskolai képzésben vettünk részt, reggel 10-től délután 2-ig különböző órák voltak, színészmesterség, beszédtechnika, Drága Montágényi tanár úr tanított minket, Végvári Tamás, balettoztunk, el lehet képzelni, hogy a Viki Dágyuszi, a Makrai Pali, a Homonyik Sanyi és én állunk a balettrúd mellett ilyen kis tütűben, és csináljuk ezeket a gyakorlatokat, tehát az elképesztő, fetrenget mindenki röhögésről, de muszáj volt, és egy bizonyos szinten megtanultuk a mozgáskultúrát. És odáig fajult ez a dolog, hogy például az Őrült Nők ketrecéből csináltunk részletet, és 10 táncos volt a színpadon, női ruhában, és a 10 táncos közül 3 volt lány, 7 fiú, és a közönség nem tudta megmondani, hogy kik a fiúk és kik a lányok. És magas sarkú cipőben steppeltünk, nejlonharisnyában és parókában és női ruhában. Akkor íz lesz a szerep, cica. Igen, íz de lett. Nem fertőzött meg ez. Nem fertőzött, ennyire nem, mint engem. De én meg annyira átveszem, tudod, ez az egyik bajom többek között a sok hibám mellett. Tényleg? Köszönöm szépen, csak nagyon jól esik. Messze. Ja, értelek, jó. Ne legyek annyira tüzes, ne legyek annyira forró, értelek. Jó, visszaveszek magamból, és már is váltok egy nagyon éles váltás, amíg pedig azért is, mert pont arra gondoltam, amikor, hogy a televízió, meg a filmes szakma igazán azért nem nagyon keresett benneteket, de neked azért részed volt benne, többek között egy nagyon szép szerepet formáltál meg, azt hiszi, Szent Ferenc. Tehát igen, a Julianus barátban, Koltai Gábor egy alkalommal meglátta bennem azt a lehetőséget, hogy én el tudom játszani Assisi Szent Ferenc szerepét, és akkor Rómába kiutaztunk, és ott egy gyönyörű kertben egy napon keresztül forgattunk, és hát benne vagyok ebben a filmben. Olaszul kellett beszélni, akkor még annyira nem bízott bennem a Koltai Gábor, hogy szinkronizáltatta a magyar hangom Rékasi Károly. Igen. Talán nem kellett volna, ezt én teszem hozzá, maradjunk ennyiben. De szerintem megtudtam volna. Hány nyelvet birtokolsz ezért, mert ugye német, angolt, már szóba jött az olasz is. Kicsit szlovákul beszélek, nem tudom, mit beszélek. Na, hogyne, sor kerítünk rá mindenféleképpen. Az német és az angol, igen. Volt ugye zenekari előéleted, és aztán nem véletlenül, neked az alapításhoz közöd volt a színészének alapításához, hogyne, vagy már, ugye, mert te voltál főalapító gyakorlatilag? Ez úgy volt, hogy... De mai napig működik, csak most... Sajnos nem. Nem. Ketten kihaltak, a Bubik István és a Sipos András. Nagyon jó barátok voltak, együtt voltak katonák, együtt doboltak, fantasztikus, tehát ennek is van egy
ilyen valami egészen misztikus vonzata, hogy ők egymás után egy éven belül meghaltak, tehát elképesztő tragédia. És úgy kezdődött ez a színészzenekar, hogy akik tudtak zenélni, boldog-boldogtalan összejöttek az Audrey színpadon, és 3-4 órán keresztül játszották a különböző Beatles-eket, Omegákat, Lokomotív GT-t, stb. És akkor a Gesztesi Karcsi hívott engem föl, amikor én a Superstarral bemutatkoztam, és akkor ismert úgy meg a szakma, ez 1986-ban volt, hogy volna-e kedvem velük zenélni. És mondtam, hogy persze, és akkor vittem a basszusgitáromat, és beálltam ott, és kísértem a mindenkit. Tehát akkor 40-50 ember volt a színpadon. És akkor a koncert után összeültünk egy páran, és akkor én mondtam, hogy gyerekek, hát csináljunk egy komoly zenekart, ahol nem 40-en vagyunk, hanem 60-an, nem. Hanem, hogy 5-6 ember, akik tényleg jól tudnak zenekar. És akkor kiválasztottuk a Makrai Palit, a Homonyik Sanyit, a Gesztesi Karcsi, Dunai Tamás, a szakszofonozott, Bubik Pista. Mikó Pista? Nem, ő nem volt. Később? Nem, ő abban a 40-es csoportban volt. Ja, értem. Az egy másik, az a Mindhalálig Beatles, ők is csináltak valamit. És jó magam, kit hagytam ki, Sipos András benne volt, tehát heten voltunk, mind a gonoszok, és onnantól kezdve így koncerteztünk, írtunk saját dalokat, és hát tényleg kardlapozni kellett a tömeget, amikor mi játszottunk, az játszottunk a park színpadon minden évben egyet nyáron, hát nem akartak elengedni, dobálták a párnákat ott este 11-kor még, és fantasztikus élmény volt nekünk is, és nagyon szép korszak volt, olyan 20 évig tartott ez körülbelül. És hát azért nagyon összetartó volt ez a társaság, mert azt olvastam, meg emlékeztem rá, amikor a Bubik meghaltak tulajdonképpen, akkor sem ment szét, éppen azért csináltatok mik emlékkoncerteket. Emlékkoncertet csináltunk, meg terve is van véve, elég nehéz összehozni a logisztikáját, hogy mindenki ráérjen, de bízunk benne, hogy egyszer azért megvalósul és összejön. És még maradva tévénél is, színpadi darabokban szerepeltél televízióban, vagy pedig színpadi darabok nyilvánvalóan meg találtak? Felvételek készültek például a Dorian Gray-ből, a Mária Evangéliumából, ami a Madách Színháznak volt nagy sikerű darabja, azt hiszem más nincsen. De Szabó Istvánnal forgattam például egy Offenbach vígoperát, az is óriási élmény volt egy ekkora rendezővel, Kecskeméten forgattuk éppen 40 fokban, Bubik István volt benne, Makrai Pali, Kertész Marcella. Az is egy nagy élmény volt, aztán mi volt még? Jaj, egy német filmbe kiválasztottak engem, Zimmer, Vierhundert Achtzehn, tehát a 418-as szoba. Ez egy ilyen 25 perces jutalomjátéka volt egy német, nagyon ismert színésznőnek, és én egy magyar pincért alakítottam benne. Fergeteges alakítás volt. Hát hogyne? Nem csak a magyaroknak, ezekben biztos vagyok. Énekelnem is kellett az zuhany alatt, például mondta a rendező, hogy valami magyarat énekeljen, és akkor az Akácos utat énekeltem. Az jól mutat így zuhany alatt. Így van. 18-as karikás volt egyébként, vagy nem? Nem emlékszem, de elég pikáns történet volt. Tehát a hölgy ki akart kezdeni a magyar pincérrel, de kiderült, hogy a magyar pincér csak azért kéreckedett be a szobájába, mert reparálják a vízvezetéket, és nem tud hol fürdeni. Szegény. És akkor lefürödtem, és így filmesztelenül kijöttem, és így nézett a csaj, és akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, viszlát. Nagyon jó egyébként. Nem a Facebookos világban történt, mert azóta ott lennél most minden. Az biztos. Biztos. Nekem megvan otthon még VHS között. Hát rak föl. Sasi, rak én még föl, életemben nem adtam fognak... semmit a YouTube-ra, és nem is Facebookozom, tehát van ilyen rajongói oldal, meg valahogy el lehet érni a mostanában már a Facebookon, és akkor oda fölrakom, hogy mikor, hol vagyok, vagy versenyeket fölrakom, hogy jöjjenek lovas versenyre is a közönség, és ne csak a színházban drukkoljanak nekem, hanem a lovaspályán. Nyilván, ahogy mondtam a beszélgetés elején is, teljes listát nem tudok mondani, mert nem fér bele egyszerűen a másfél órába. Ilyen értelemben viszont engedj meg, hogy mondjak néhány történelmi személyiséget, akiket megformáltam, és sorrendiség nélkül, tehát rád bízom a sorrendet, hogy melyikről mennyit és mennyit szeretné beszélni. Például Ferenc József, Dobó István, Gróf Zrínyi Miklós, John Fitzgerald Kennedy, István a király, és utoljára, de mégsem utoljára hagytam, meg hát még sok van, Jézus Krisztus. Igen, és Bercsényi Miklós a második Rákóczi Ferencről szóló Fejedelem című musical operában. Igen, hát ezek csodálatos lehetőségek, és úgy néz ki, hogy a rendezők látnak bennem valamit, ami
arra predesztinál engem, hogy ezeket a csodálatos történelmi egyéniségeket és személyiségeket megformálhassam a színpadon. 86-ban érkezett el az a csodálatos pillanat, amikor a Jézus Krisztus Szupersztár címszerepét rám bízták, és a szegedi szabadtéri játékok alkalmával mutattuk be egy augusztusi napon, akkor még 7000-es volt a nézőtér, óriási élmény volt, igyekeztem lelkileg és testileg méltóvá válni arra, hogy ezt átélhessem, ezt a szerepet, és a kollégáim és a közönség reakciója alapján ez sikerült is. Makrai Pali emlegeti mindig, hogy amikor ő Júdást játszotta, és én jöttem vele szemben, mint Jézus, akkor ő azt hitte, hogy Jézus van ott. Tehát ez egy akkora elismerés nekem. De tényleg én mindent megtettem annak érdekében, hogy méltó legyek ehhez a szerephez. Akkor is ilyen jó 30-40 fokos nyár volt, és hát mindenki élte ott a fiatal színházi táncosok, színészek, zenészek életét, és mentek mulatni, sörözni, táncolni, strandoltak egész nap, én pedig bent feküdtem a meleg szobába, mert nem volt légkondi. Olvastam a Bibliát, különböző írásokat, irodalmat Jézusról és koráról, a történelemről, az építészetről, mindenről. Szóval ilyen aszkéta életet éltem, tornáztam, és aztán eljött a bemutató napja, és onnantól kezdve megismert és megszeretett az ország közönsége, mint Jézus Krisztus szupersztár főszereplőjét. Emlegetted a felkészülést, nyilvánvalóan minden szerephez ilyen lelkiismeretesen alázattal készülsz. Ez egy különleges felkészülés volt, és most Balczó Bandi jutott eszembe, aki azt mondta, nyilvánvalóan jó barátságban is vagytok, hogy és egy hit alapon, ezért is hozom szóba, hogy nekem mindent meg kell tennem maximálisan egy versenyre, egy fellépésre, egy szerepformálásra, a többi pedig engedjem ki. Te ezt tetted, de történt is veled valami, egy rádióriportban hallottam egy beszélgetést, amikor azt mondtad, hogy 86 az azért meghatározó volt, főleg a Jézus Krisztus megformálása. Ugyanis addig is azt mondtad, így fogalmaztál, jól emlékszem, addig is jártam én templomba, hiszen katolikus hídben élő ember vagyok, szeretem Isten, de ott valami megváltozott attól a perctől, vagy attól a darabtól kezdve. Ez egyértelmű, tehát nem mindenkinek adatik meg, hogy egy ilyen szerepet megformálhasson, és nem is szoktam azt a kifejezést alkalmazni, hogy játszottam ezt a szerepet, hanem átéltem ezt a szerepet, és onnantól kezdve ez meghatározó az egész életemben, tehát megpróbáltam, és megpróbálok most is, és a jövőben is méltónak lenni ahhoz, hogy ezt a lehetőséget én megkaptam, és egy szorosabb kapcsolat alakult ki Jézus Krisztus és én köztem, és így az isteni segítséggel élem az életemet azóta, még erősebben. A Harsány Sasi milyen visszafogott tud lenni. Szó szerint ezt a mondatot mondta a rádióriportban, ezt nagyon megjegyeztem, Jézus Krisztus nem szabad eljátszani, át kell élni. És Sasi ezt teszi azóta is. Nagyon ezt köszönöm meg neki. Hát sokan játsszák ezt a szerepet, nem olyan sokan, de egy páran. Apropó, ne haragudj meg, érted, nem akarok én ilyen szempontból szakmázni, de kollégák is megkeresnek, kívülállók is megkeresnek. Most például hadd ne bántsam, egy friss film, Isten fia. Nem tudom, látta, de nem. Mindegy. Hát nem olyan sármos a gyerek, mint te, de azért egy sármos latin alkatú fiút választottak ki. Hát én inkább negatív dolgokat kaptam, és most ugrott be a kép, bocsáss, még csak azért hoztam szóba, amit most mondtál. Nem tudom, de az eljátsza Jézus Krisztust. Egy sármos latinos gyerek, a történet biblikus, rendezőileg is vannak benne ötletek, eredeti is, tehát nem mond el, nem blaszfémia, stb. De játsza a szerepet. Igen. Letűnik még a képernyő, tehát a filmvászonról is letűnik. Hát, ha szabad ezt mondani kritikusan, hát egy színész pont ezt nem engedheti meg magának, nem? Igen, én is láttam most a Názáreti Mária, ez is egy új film. Az Urániában akartam megnézni, de aztán a Duna TV húsvétkor műsorára tűzte, és megnézettem a családdal, és megnéztük, két részben ment le, és hát igazából annyira nem tetszett. Tehát ott is a Jézus nem volt annyira nem volt jó kisugárzása a srácnak. Egy viszont a Passió című film, az csodálatos, és mindenkinek ajánlom, a YouTube-on kering egy videó. Tanúság tételre gondolsz?
Igen. Egy beszélgetés? Jim Caswell, és hát valami elképesztő, döbbenetes hatása van, egy ilyen félórás beszélgetés, és ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Köszönjük szépen az ajánlatot, a műsor ajánlatot, és ez tulajdonképpen nem műsor, hanem szerintem te is az az ember vagy, aki szolgáló ember vagy, és szeretnéd, hogy a másik erősödjön a lélekben, hiszen azért mész fel a színpadra. Ez a dolgunk, így van. Sőt, köszönöm, hogy ide is ezért jöttél. És hát nyilván sorolhatnánk most itt a szerepeket, de engedd meg, hogy most még egy olyan műfajra is rátérjek, amit lehet, hogy sokan nem tudnak, illetve én abban reménykedem, hogy sokan találkoztak is vele. 4 évvel ezelőtt született meg egy könyv, aminek a címe Őszintén, mert hogy ilyen a Sasi. Ezt te írtad? Őszintén, hát beszélgetés. És akivel beszélgettem, ő a beszélgetés alapján találta ki ezt a címet, és én pedig mondtam. Te pedig ezt vállalod? Megállja a helyét, abszolút. Tehát teljes mértékben. Nyitott könyv az életem, és e könyv által is még nagyobb beletekintést nyerhet az olvasó. Na most, ha könyvajánlót kérnék tőled, akkor mit mondanál 2 mondatot, hogy miért érdemes beleolvasni, vagy megvenni, vagy remélem megtalálható még ez a könyv. Őszintén, azt hiszem, hogy ez a címe, igen. És van a címe, hogy beszélgetés? Őszintén ez a lényeg, egy darab van a kocsiban. A Alexandra könyvesboltokban lehet kapni. Még szerintem nem sok példányban jelent meg, tehát nem fog olyan sokban elfogyni, mint a Stól Andrisnak a könyve, vagy a Szuslágnak a könyve. De szerintem, aki hozzá tud jutni, az olvas el, mert tényleg, nem mondom, hogy életrajzi, mert ahhoz rövid, tehát nem lehet, mint ahogy 45 percben nem lehet a szerepeimet Imre szerint felsorolni, így az életemről sem elég egy ilyen kis könyvben beszélni, de egy nagyon komoly beszélgetés folyt heteken, hónapokon keresztül az íróval, és ő ebből ezt kiszemezgette, és egy ilyen párbeszéd alakult ki. Beszélek hitről, családról, zenéről, színházról, lovakról, versenyről, szeretetről, mindenről. Volt egy színházi élmény, ami most kivételesen nem veled kapcsolatos, az Első emelet zenéje szerepelt benne. Nem akarom részletezni, mert nem ez a műsornak a célja. De ilyen szempontból neked is volt találkozásod az Első emelet, csak azért is persze. Szerelem című. Most mutattuk be, igen. Március 1-én. Januárban fölhívott a Turay Ida színháznak az igazgatónője, Darvas Ilona, akivel már régebb óta jó kapcsolatot ápolok, de még eddig nem keresett meg szerepajánlattal, és mondta, hogy volna egy szerep ebben az Első emeletről szóló, illetve nem őrőlük szól, hanem a dalai köré lett egy dramaturgia írva, és frenetikus, tehát mindenkinek ajánlom. És ebben a második részben kaptam egy szerepet, a Keresztes Ildikónak vagyok a partnere, egy komcsit játszom, aki a Rózsadömbi villájában tengeti életét, egy hithű kommunista, és próbálja nevelni az Amerikába szakadt gyerekeit, kisebb-nagyobb sikerrel. Óriási dalok vannak benne, a Geszti Péter szövegével az Első emelet dalok. Emiatt nem mentem el a családdal síjelni, mert első a munka. Pont abban az időszakban volt lefogva nekünk egy hetes síjelés, úgyhogy mindenki ment. Én megpróbáltam, de nem bántam meg, mert egy fantasztikus eredménye lett a próbáknak, és sok vidéki helyszínen fogjuk játszani, és a Csepel Színházban és a Ferencvárosi Színházban szoktuk játszani, de a Turay Ida Színháznak lesz egy saját színháza, most már publikus, a Józsefvárosi Színházat kapják meg, szeptembertől ott fogjuk játszani ezt a darabot is, úgyhogy ajánlom mindenkinek, mert tényleg nagyon jó. Mikó Pista, Hűvös Völgyi Ildikó, Csere Laci rendőrt játszik benne, Keresztes Ildikó, fantasztikus, nagyon jó a csapat, és nagyon jó a darab. Aztán Sasiról tudni kell, pontosabban mindenki tudja, hogy kulturális missziót is folytatsz, ráadásul lovas missziót, Pekingben például, erről mondj valamit. Igen, hát azt hiszem 5 évvel ezelőtt egy barátom megkeresett, hogy ő jár Kínába, tud kínaiul, és van egy kínai üzlettársa, aki a fejébe vette, hogy a magyar lovas kultúrát szeretné meghonosítani Pekingtől 500 kilométerrel lévő területén, egy ilyen több 100 hektáros terület. 3000 tehene van, de szeretne mellé 400 lovat tartani, és egy magyar lovasfalut fogott fölépíteni,
és szeretne lovasszínházi előadásokat, szeretne nemzetközi lovasversenyeket, díjugratást, fogathajtást, vesztent, íjászatot, mindent ott meghonosítani. És egy nagyon jó barátság alakult ki Mr. Liu Yasong úrral, háromszor voltam kint Kínában, 27 lovat exportáltunk, az a nehézség a lovak kivitelével, hogy amelyik lovat kivisszük, azt nem szabad visszahozni az Európai Unióba, tehát nem mondom, hogy kénytelen volt megvenni, de megvette ezt a 27 lovat, és repülővel kiutaztattuk őket, kétszer egy hónapos karantén, egyszer Amsterdamban, egyszer Pekingben, és két repülővel mentek ki. Maga a repülős költsége 200 000 dollár volt, amit a kínai úr fizetett ki, és odáig folyult a dolog, hogy tavaly egy pekingi lovas pólóklubnak a megnyitóját mi celebráltuk, és négy előadásban ilyen lovas színházi előadást hoztam össze, amiben benne volt a Kassai Lajos barátom, lovas íjász produkciójával, volt benne két kaszkadőr, dámalovasok voltak benne, én lóháton énekeltem az Attila című rockoperánkból egy dalt, közben vágtattam, meg ugrottam ilyen lándzsákat, tehát nagyon nagy sikere volt, állva tapsoltak. Van a honlapomon talán részlet belőle, az Echo TV-s riportban egy kis bevágás van, és most épül a falu, úgyhogy egy eléggé komoly vállalkozásba csapott ott bele a kínai úr, és hát mi segítünk ebben. Úgyhogy a kultúrás misszió így működik, kérem szépen. Bongolul is énekeltem lóháton. Lovasi jász, a díjlovaglás és mindennel együtt. Sasikám, hát hál' Istennek musical énekes vagy, és hát mondtad, hogy természetesen jössz produkcióval is. Tiszteletén arra kérlek. Én kértem, igen, és elfogadtad, és két nótát előfogadni, de külön-külön, tehát most egy dalt szeretnénk tőled várni, de azt tényleg nem tudom, hogy mit fogsz most énekelni. Légy kedves, akkor amit akarsz ezzel kapcsolatban fölkonferálni, azt mondd el. Jó. Ezen szerepel ezen a lemezen? Ezen nem, mert ez már jóval régebben jelent meg. Most új darabokból, a Zrényiből szeretnék egyet énekelni, a Vadászdalt, hogy egy kicsit megmozgassam itt a társaságot. Ez egy jó kemény rocknóta. Majd kellene tapsolni benne. És a második az pedig a Kárpátok között, ami a Fejedelem című musicalnek a fináléja, és mint Bercsényi Miklós. Akkor legyen a tapsolós. Először beszélgetünk egy kicsit, és majd megint jön, de én, ha már megmutattam, kérem szépen, fölhívom a kedves nézők figyelmét, és a kedves jelenlévők figyelmét is, musical válogatás, 20 dal szerepel benne, és nem tudom, hány év termése, de az tény, hogy 20 évnek a termése. 20 év termése. Tehát 82-től 2002-ig, azt hiszem ez 2003-ban, tehát 11 évvel ezelőtt jelent meg, de vannak rajta részletek a Superstarból, a Mária Evangéliumából, a Nyomorultakból, a Herből, a Mária Evangélium, a Magyar Mise, Anna Karenina, Miss Saigon, és még sorolhatnám. És annyi az érdekessége, hogy egészen friss a CD, mert 7000 példány már elfogyott, és nem volt egy darab sem, és múlt héten készült el 500 darab, és ebből hoztam most egy párat. Köszönjük, hogy elhoztad. Most pedig a színpadon Sasvári Sándor. Sasi, élvezem az előadást én is. Itt egy szarvas, ott egy róka, nekünk játék könnyi móka. Ám a vadnak súlyosabb a tét. Nekünk ő kell eledelre, nem számíthat kegyelemre. Egy lövéstől megszűnik a lét. Száz vadon ott van, és futnak a lábak. Célba, ha vesznek, ott nincs kegyelem. Fény a legtöbben, már pirulnak a szárnyak. Még ma megesznek, ne légy kenyerem. Ne leszel a kenyerem. És ezt lóháton is szoktam, rágtában énekelni. Ha járom valami szaladkérve itt, akkor szívesen elhozom a lovamat. Majd a Balázsról megbeszéljük. Elébe, aki férfi, hús a bőre majd megér. Vad vadak sok harcos, hátra nő. Nyilva
vadásztőr, puskadárnak forra kell a tópája. Oldunk ballant, zombik nem takar. Gyerünk! Száz pava dobban, és ott maga lábak, célba ha veszlek, ott nincs kenyelem. Néha lekoppan, kápírolnak a szárnyak, még ma legeszlek, még ma te leszel kenyerem, te a kenyerem, te a víz kenyerem, te leszel, te leszel, te leszel, te leszel a kenyerem, te a víz kenyerem. Foglalnék, ugye? Jó közönségem van, ugye? A szadaiaknak, ugye? Hát ilyen, Lokálpatrióta klub, szadai nyugdíjas klub, kérem szépen. Meg a Szabi, meg sorolhatnánk még, szóval óriási. Gyere máskor is. Jövök. De még, marad, még maradj, vagy még maradok két persze. Évet, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Hát már kicsit érintettük a családodat is, de most én szeretnék erre rátérni, és először engedd meg egy ilyen személyes fölvezetővel. Én Debrecenből származom, amit elmondtam a helyieknek, 14 éve költöztem el, és van nekem ott egy ismerősöm a színházban, a Csokonai Színházban, jelenleg is vezető színész. Nem akarom megmondani a nevét, hogy nehogy megsértődjön a Dániel F. Zsolt. Szóval, hát ő vele esett meg egy történet, hogy a kisgyerekük volt akkor a fiúk óvodás korú, és mondta a kedves felesége, hogy Zsoltikám, majd mielőtt elmész a gyerekért, majd ugorj már be a boltba és vegyél egy kis kenyeret, meg vagy húzdák a sonka felvágottat, és aztán majd gyertek haza. Megérkezett rendben, időben a Zsolt, lekabátolt, stb. Majd ezt csak hallja, hogy visít a felesége, hogy Zsolt, Zsolt! Hát nem hoztad el? Azt mondja, hát itt van, hát nem, itt van, kenyér, itt van a felvágott. A gyerek! Na most... Sasiéknak kettő gyermekük van. Léna, 15, hát nem tudom, nőknél hogy lehet mondani, én mondom a kort, tényleg, hogy ez már nem kis tinikor, nem kis kamaszkor, már nem, már kis kamasz, kiskamasz. Nagy kamasz, meg van a Emília, ő a 11 éves, a kisebbik. Na most nem tudom, melyik gyerekkel, de állítólag előfordult, hogy picit ült a kocsiba, a garázsba, és várta édesapját, és az édesapja egy másik autóval, mert a családban kettő van, azzal húzott el valahová dolgozni. Valahogy, hogy is volt ez a történet? Igen, hát a logisztika az megoszlik kettő között, és két autó állt akkor a garázsban, mostanival ebben a Toyotával már nem férek be, tehát most már egyszerűbb a helyzet. A óvodába vittem éppen a 4-5 éves Lénát, akkor még nem már lehet, hogy a kicsi is megvolt. Az a lényeg, hogy az a nap az enyém volt óvoda szempontjából, és beültettem a feleségem kocsijába, és visszaszaladtam valamiért a lakásba, talán kocsikulcsért vagy valamiért, beültem az én kocsimba, és elhajtottam. És így beszélek hozzá, hogy Léna, hol vagy? És akkor jutott eszembe, hogy a másik kocsiban ül a gyerek, vissza kellett menni, ott ült az autóban, és fuldokolt a nevetéstől az a kisgyerek. Hát ez elképesztő élmény volt. Nehogy azt így... Honnan tudod? A könyvből? Ja, mindegy, most nem árulom el, de majd privát igen, de nehogy azt higgyék, hogy sok ilyen története van a Sasinak. Én csak egyet mondok egyébként, csak egyet. Van itt kedves tanítónéni, meg tanárnéni is itt a teremben, ráadásul hát kiderült, hogy közös ismerősök, meg stb. Ja. És ezt azért hozom szóba, mert egyszer találkozott az egyik tanítónéni, Sasival kapcsolatban, az ő gyerekének az iskolájában, egy érdekes kis csomaggal a gyereknek a padjában.
Sasinak a cuccai voltak benne. Egyszerűen csak pakoltad a gyereket szerintem, és véletlenül azt hagytad ott a tiedet, és igen, valahogy ott maradt, de rájöttek elég hamar, mert hamar kiderült, hogy az nem a gyerek cucca is lesz, kész cucca. Ez könnyen erőfordul, de hát már a gyerek iskolatáskáját is hagytam. Mert ezek olyanok ám, hogy apa vidd le az iskolatáskámat az emeletről, igen. És na. Akkor én meg ott felejtem, télen melegítem a kocsit, mert hogy kín vagyunk, beülünk a kocsiba, és akkor táska. Hát én nem raktam be. De hát te neked mondtam, de te nem raktad. És akkor az iskolába úgy megyünk, hogy nincs iskolatáska, akkor szólok a feleségemnek, hogy akkor hozza be, vagy hazamegyek, behozom, tehát eléggé macerás. De egyébként nagyon jó harmóniában jönnek, szóval ez nem plegyka. Kérem szépen, azért hadd tegyem hozzá, tényleg nagyon össze kellene szedni a történeteket, kellő harmóniában, és nagyon tetszett nekem egy többek között, megint egy kifejezése a Sasinak, hogy ha van közös akarat, akkor nagyon sok mindent el lehet érni. Akár a családi életben, akár a társadalom életében, akár a színpadon, stb. Hát kérem szépen, az a helyzet, hogy mondtuk itt a műsor elején is, és hál' Istennek, hogy örültek neki, mondtam, hogy lesz egy meglepetés, vendég, jöttek, ugye, a gyerekek, tetszenek rá még emlékezni, rájuk emlékezni, és hát most a második részben is egy meglepetéssel próbáltam készülni, vagy próbáltunk készülni, úgyhogy tisztelettel hadd kérjem én, hogy hallgassunk meg valami prózát vagy zenét, valami kis bejátszás félét. Sasi tesó. Sasi tesó? Igen. Kérem szépen. Hölgyeim és uraim, Sasi tesó másik tagja. Zora, Sasvári, Anna Mária. Ez tényleg meglepetés. Szavasztok! Ja. Meglepi. Szavasztok! Szervusz! Szia! Na most aztán. Na most aztán. Most aztán kibeszélek. Ő aztán tud rólam történeteket? Hát, mit gondolsz, miért akadtam meg? És miért, ugye nem telefonos segítséget kértem, hanem személyes segítséget. Nagyon komoly. A drága Zorától, akit szeretettel köszöntünk, hát... Nem merem kimondani, nem is létezhet, hiszen még óvodás voltál 85-ben. Így van, dátumokról nem beszélünk. Nem beszélünk dátumokról, csak azt tudom, hogy a Máltai Fesztiválon kérem szépen berobbant. Tessék. Egy óriási dallal. És abban én vokáloztam, vagy basszusgitároztam? Ja, tényleg, amikor hazajöttünk a magyar változatban ilyen. Computer, vagy mi? Computer, tessék, kérem szépen. Mindent tudtok mesélni. És még egyet, akkor muszáj vagyok elárulni, megnéztem a Zora a beceneved, de mióta? Hosszú évek óta? 70 éve. Ja, bocsánat. Igen. Testvér, a testvér megszólalt. 80. Tínédzser koromban ragadt rám ez a név, és azóta használom. Mindig mondták, hogy legyen ez a művész nevem. Nem nagyon akartam, mert szerettem az Anna Mária nevet, de most már belenyugodtam, rajtam ragadt. És Zora azt jelenti szerbül, hajnal. Hogy hajnal. Hajnal. Én meg azt mondom, hajnal csillag. Igen. Jaj, na már, Zora ide Star. Érdemes volt eljönni. Itt van közöttünk Zora Star. Egy érdekes adalékot, mert azért el kell, hogy áruljam, hiszen én azért szoktam telefonos segítséget kérni, főleg, hogy a műsorra is felkészülök, de ráadásul az adatot meg nekem, hogy Bradányi Iván, zeneszerzővel együtt dolgozhatom a rádióba, és hát én nem tudom, hogy te megszámoltad de vagy nem, de hogy a dalait zömét, az ő írta a szövegét, az szinte biztos, hát ez ugye? Ez természetes, igen. Nagyon jó munkakapcsolatban voltak. Ők fedeztek fel, igen, tulajdonképpen. A rádióstúdióban jártam 2 évig, és ott találtak rám Viktor Máté és Bradány Iván, és sorban kaptam tőlük a szebb-nélszebb dalokat. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek Ivánnak. Hatalmas slágerek voltak. Hatalmas slágerek. Azért a... Slágerlistán is voltak, sőt vezető slágerlista dalaim is voltak. Nem tudom, hogy ezt kibeszélhetjük-e, majd leszúrtok, vagy majd ha megkéritek, hogy a televíziós műsorban minden, ne legyen benne. Ugottam. De az a helyzet, hogy a Iván ennyit elárult, hogy mondom, sugjál már valamit, hogy volt ez, hát majd annyira szeretjük. Én is emlékszem, hál' Istennek még fel is léphetünk, mármint, hogy konferálhattalak néhány műsorban, még a 70-es évek vége felé, 80-as évek elején, nagy műsorokban, amikor tényleg a legnagyobb sztárok, mint Zora, meg a többiek léptek föl, körműsorban, Ori műsorban, és azt jegyezte meg már akkor is, emlékszem valaki, hogy hát csodálatos, gyönyörű hangja van és hangfekvése, ráadásul, ha igaz, akkor valakinek a hangjára is hasonlít, és ez az egyik nagy baj, mert Cserháti Zsuzsa is éppen akkor, ugye
futott be, vagy hogy mondjam. És... Hát igen, hát ő zseniális, az ő nyomaiban őt nem lehet utolérni, az a múlt évszázad hangja volt, úgyhogy örülök neki, hogy legalább csak hasonlíthatok rá. No, de hát itt azért számba vettem ezt is, van egy névsor, de megint azt mondom, nem merem végigolvasni. Fantasztikus azért énekel, csak abban az időszakban, amikor te kezdtél énekelni, ott a Postásai Judit, az Eszményi Viktórián keresztül, a Vince Viktória, a Karda Beáta, de itt is álljunk meg egy kicsit, mert hogy ugye most együtt ténykedtek a Beával. Igen, igen, közös, illetve hát a Karda Bea ének stúdiójába tanítok, Budapesten két nagy művelődési házban éneket együtt tanítunk. És most sorolhatnám a sort, még akkor Csuka Mónika, aztán a Bontovics Kati, és jó néhányan akkor jöttek ki. És őszintén, tehát azt mondják, hogy az a világ az fantasztikus volt, mert akkor egy televízió volt, és aki ott megjelent, meg hogy voltak ori műsorok, no de hát az, bocsánat, azért óriási volt a felhozata. És most meg én ezt nem érzem, hogy ilyen minőség lenne. Most meg a sztár van. De hogy is nem. Nagyon-nagyon tehetségesek a mostani fiatalok is. Remek. Igen. Mondjatok már jókat akkor te is, Sasi. Nekik egyszerűbb dolgok van. Vagy nehezebb. Nehezebb is, meg egyszerűbb. Megcsinálják őket, arra gondolsz? Megcsinálják, persze, óriási team dolgozik rajtuk. Tehát mi magunkat csináltuk meg. Igen, ebből a szempontból jobb helyzetben vannak. A menedzserem, a stylistom, a hang. Mérnököm az mondjuk az Imre. Igen, de olyan sokan jönnek egymás után, hogy egymást tapossák, tehát nem sok kifutásuk van, a legtehetségesebbek. És akik legjobban tudják magukat eladni, mert most már eladó művészet van, nem előadó művészet. Tehát menedzserek ezrei dolgoznak velük. Tehát. Így van. Egyébként én mennyire tudtátok, vagy akartátok egymás pályáját segíteni? Nagyon is segítettük, hát főleg ő segítette az enyémet, mert én még kicsi voltam, ő pedig már befutott. Persze, azért nincs olyan nagy különbség, nem? Nincs, ez a pár hónap. Befutott sztár volt akkor már a húgom. Ja, így van. Igen, ezt akartam. Igen, hát akkor, igen, akkor én csak kis nővésű voltam. Akkor még nővéred voltam, most már a húgod természetesen. Igen, tehát rengeteget segített. Elvitt az állatkertbe például. Tényleg. Sőt, talán a Vidám Parkba is. És nem hagyott ott? Nagyon rendes, tényleg. Hát ez az. Pedig ha valaki szórakozott, akkor megpróbáltott hagyni, de nem sikerült. Nem vitt ő engem iskolába, az ori vizsgámnál segített, tehát meg voltak nekik kapcsolatai, és hát... Igen, először nem nagyon mert sehova elmenni, és mikor kicsit próbáltam segíteni, akkor azt mondták, hogy miért az öcsédnek nincs nyelve, jöjjön be, azt mondja el, hogy mit akar. Igen. Az azért megdöbbentő azért, mert sajnos ellen példákat is tudnánk még talán a neves művészek között is felsorolni, aki inkább gátolta a saját rokonának vagy testvérének a pályáját, mert irigyelte. Hát te igazán irigyelhetted, mert ő jó választott olyan értelemben, hogy nem a klasszikus tánczenekesi vagy popénekesi pályát kezdte el csupán, hanem ugye más műfajt, és hát hál' Istennek, ugye, meg hát alkatilag is ti kellő alázattal viseltetetek a műfaj iránt, akármit csináltatok. Ez hiányzik-e egyébként ma szerinted? Hát Zora. Ez is személyfüggő, tehát személytől függ, hogy ki hogy áll a pályához. De most én arra is gondolok, hogy például nyilvánvalóan annyi olyan művész van, aki a saját hozzátartozóját, majdnem azt mondom, hogy túlzottan próbálja segíteni, vagy nyomatni, hogy ő oda bekerüljön a vérkeringésbe, a saját gyerekei. Nem hiszem, hogy ti így vagytok, az egyikkel sem. Ugye? Nem, hát amikor szükség van egymásra, akkor útját. Így van, akkor segítünk. Például alakítottunk egy zenekart, az működött, ezt akartam mondani, végigjártuk az egész országot, családi zenekar volt, duetteket énekeltünk, újra hangszereltettük a régi slágereit, a férje, a Csaba, az én sógorom dobolt abban a zenekarban, a feleségem táncolt, úgyhogy egy nagyon jó kis turnét csináltunk végig, megjelent egy lemez is, amiről az előbb a bejátszások voltak, úgyhogy ez is egy szép korszaka volt a pályánknak. Meg hát, hogy miért is ilyen szép az ő pályájuk, engedtessék meg egy elfogult vélemény, de nem vagyok vele egyedül meggyőződésem, mert hogy tetszenek igazolni, önök kedves televíziónéző, kedves közönségünk, hogy ugye nem tetszenek emlékezni se a Zora, se a Sasiról olyan, hogy bulvár újságnak a címoldalain szerepelnének hétről hétre. Nincsenek. Aztán ott a plegyka rovatban, kérem szépen. Én klausztrofóbiás vagyok, úgyhogy nem szeretném, hogyha kimegyek az utcára és körbevesznek, szóval mondhatják, hogy savanyú a szőlő, de én a férjem nevét használom direkt, úgyhogy sokszor azt mond,
például orvosnál voltam, és azt mondják, hogy tudom ám, hogy inkognitóban van is ki, ön. Na, jó. Meg imádott zenekari tagként szerepelni, tehát soha hát nem az, az volt, hogy ő jó. A szóénekes, és akkor mögötte a zenekar. Azt szeretek, és azt szeretek a legjobban, igen. Miért vagy te zenekari tag? Hát legyél szólista. De mindig... Azt szeretem a legjobban, hogyha egy közös munka folyik egy zenekarral, az szerintem az a legjobb, legalábbis én azt szeretem. Hát pedig most zenekar nélkül fogsz föllépni. Mert hoztál egy dalt, hoztál egy nótát, hoztam, ugye? Igen, hoztam. Akkor én szeretettel és tisztelettel megkérlek, hogy azért add be a közösbe. Jó, ez a retro őrület van, hála Istennek, úgyhogy egy régi dalhoz nyúltam vissza, szintén Viktor Máté Bradány Iván szerzeménye, és az első nagy ilyen könnyűzenei megmérettetésen ezt énekeltem, és ez aztán, ebből aztán televízió felvétel lett. És ez, az az érdekessége, hogy ez az egy dal jelent meg lemezen, az egész Tessék választaniból ez az én dalom. Mármint az emberek és én. Emberek és én. Az emberek és én sokszor nem értjük egymást, a vágyaink közé vajon mi szabhatár. A kerítésen át mi csak bámuljuk egymást, egy fürkésző mosoly, s már megyünk tovább. Egyébként, hát nem szóltuk el magunkat, de nem is annyira lényeges, hiszen itt megkérdeztük, hogy ugye a térségben fogható a televízióadás, talán 14 településen, és nagyon remélem, hogy Csömör is ott van, mert hogy ti ott éltek, és ez azt is jelenti, hogy aránylag közel is egymáshoz, a két család? Hát természetesen, hát egy telek. Úgy döntöttetek. Persze. Akkor közösen. És örülök, hogy most itt van, mert legalább találkozunk, mert otthon nem történt. Ezt mondtam én is. Hát úgy van, hogy bemegyünk a kapun, és akkor ott van az ő házuk, aztán az ő lányának a háza, aztán az én házam, és onnantól kezdve pedig a lovard és a lovasklub, és a karámok, és az istálók, és a karámok, és a patak, és az erdő, és őrület. És el kell jönni megnézni. Nyitva van a kapu egész nap, éjfélkor szoktam bezárni, amikor kutyát sétáltatok. Onnantól kezdve nem ajánlom senkinek, mert van egy komondorom.
És téged meg nyilvánvalóan ugyanúgy ti is rajongói vagytok, vagy csak elviselitek, vagy hogy vannak ezek? Ott van a lovarda, kérem szépen, a szomszédban. Örültök mi is nagy lovasok voltunk, amíg 5-kor kellett hajnalba fölkenni, hogy alagra kiérjünk a diplomata lovardához. Most minden nap mondja az anya, hogy gyere el a lovagolni, mondom, hát holnap is mehetek tulajdonképpen, és így sosem megyek. Igen, ez így van, hogyha adott a körülmény, akkor nem annyira igyekszenek az emberek. De hát ő előbb lovagolt, mint én, úgy kezdődött az én lovas pályafutásom, hogy mentem velük a Nemzeti Lovardába, ők már jártak oda, és lovagoltak egy ideje, és én 6-7 éves voltam, és mentem, és néztem őket, ahogy estek keltek a lóról. Persze, és akkor mondtam, hogy na majd én megmutatom, hogy hogy kell lovagolni. Igen, mert mindig a babát adták oda, az volt a legvadabb ló, úgyhogy ezt megkaptam mindig, hogy szerettek a lovászok, és mondták, hogy hát akkor tessék a babán menni, és arról mindenki leesett 5 percenként. És akkor én ott kedvet kaptam a lovagláshoz, és bele csöppentem ebbe a világba. És nyugodtan biztathatod a kedves nézőket, a kedves közönséget, mert hogy ugye lovas iskolát is működtettek, tehát gyerekek... Gyerekeket lehet hozni, van kis pónink, közepes pónink, nagy lovunk, tehát nyugodtan lehet hozni a gyerekeket, felnőttek is jöhetnek, nagyon jó oktatóink vannak, nagyon jó a terep, tényleg tökéletes körülmények vannak, ez gyönyörű a hely. Gyönyörű a hely, és hát, mint mondják, az személyiség fejlesztő szinte, a gyerekek személyiségében nagyon óriási dolgot van, így van. Lehet elérni. Sőt, hát terápiás lovaglás is. Azt mondjuk mi nem műveljük, igen. De egészséges gyerekekre is jó. Természetesen, igen. És az állatszeretet, a többi szempontból, hogy betűntünk az előző szereplőknek a macskáiról, tehát kutya az természetesen kell, hogy a háztartásban legyen, és macska még... is van. Macska is. Persze. Én jó, nagyon nagy állatbarát vagyok, úgyhogy egyet se tartok. Megkímélem. Igen. Ez az igazi állatbarát. Tudja, hogy csak ártana. De nem, unokáknak egy gyönyörű, van egy nyuszi. Persze, nyuszi. De hát ott vannak a lovak, ott vannak a kutyák körülöttünk. Nekünk volt egy saját kutyánk, de sajnos az elveszett, úgyhogy őt nagyon sokáig sírattuk. És mostanában nem elég az, hogyha a Sanyi. De lejönnek, és bármikor tudják a lovakat simogatni, föl is ülhetne, de hát nem ér rá. Valamit még azért mondj erről az együttműködésről, tehát itt koncertsorozatok vannak, egyszerűen egy iskoláról van szó, vagy ti magatok szerveztek, vagy nektek szerveznek. Ahol tanítunk? Ahol tanítotok, igen. Vannak fellépések is, gyakoroltatjuk a... Nem csak gyerekek vannak, felnőttek is járnak hozzánk. Uh-huh. És akkor vannak persze időnként fellépések. Meg a két kultúrháza szintén nagy színpaddal rendelkezik, úgyhogy ott is időnként kipróbálhatják magukat tanítványok. Egy érdekes dolog eszembe jutott, amikor beszélnek, hogy ha a pár nem beszélni tudna, ugye? Igen, igen. Van egy ilyen dal is, azért a Baladány Iván szövegíró is. És aztán szembesültem vele, hogy mitől ismerős nekem ez a cím, és aztán kiderült, hogy ha igaz, a Katona Klárinak egy hasonló számot írta később, ha igaz. Igen, igen, kicsit később. A Demjén Rózsi írta, Demjén írta, hogy a ha a cipőn beszélni tudna. Igen, azt hiszem Demjén dal, igen. Hát akkor mi következik még? Ez volt az összeütközés egyébként valamilyen szinten, nem? Nem. Az enyémet reklámnak használta a Röltex, úgyhogy... Na, de hát bocsánat, nem tudom, a cipőbolt. Tényleg? Persze. Volt. Komolyan? Persze. Ezt nem is tudtam. Persze, na milyen jó. Jók ezek a családi igen. találkozások egyébként, és mi ezt a missziót vállaltuk egyébként ebben a műsorban, hogy a lokálpatrióták, meg a család egyesítés azért ez működjön. Úgyhogy hál' Istennek itt... Mi azért nyáron szoktunk, beülünk a kertbe, és akkor borozgatunk. Persze. A férje persze. Nagyon jókat süt, főz, Csaba. A kitűnő zenész, a kitűnő dobos. Hát hogyne, metronom. Persze, a kocsis. Így van, említettelek, neki mondta, hogy hát hogy, de persze, képben van, hogy ki vagy. Szóval néhány hónapja találkoztunk. Hát 15 éve, amikor ő még kislányka volt, és akkor igen, találkoztunk. De visszavezetném a beszélgetés fonalát arra, amit már nem voltál még itt, a Sasival beszélgettünk. Én most direktben is rákérdezek, mert én tudom, ő elmondta azt ugyanis a Jézus Krisztus szerep megformálása kapcsán, hogy Jézus Krisztus nem szabad eljátszani, hanem át kell élni. Na most... Te pedig azt hiszem, a hétköznapi életben megéled a hited, és hadd idézzek most Sasinak egy mondatát, ez most úgy illik, hogy egy művészt, ha már pontosan idézem, ezt fel is írtam. A léleknek mindig készen kell állnia arra, hogy Istennel találkozzon. És én igyekszem az egész életemet úgy élni, hogy ennek nap mint nap részese lehessek.
nem tudom, hogy mikor hangzott el, mikor nyilatkoztat, hol, de ami a lényeg, hogy te ezt komolyan gondoltad és komolyan éled meg, mint ahogy te is. Hát ez természetes, otthonról hoztuk. No de nem csak, hogy otthonról. Csak utána néztem, igen, hogy Csömörön az ottani egyház községben bizony hatható segítséget ad szinte elég rendszeresen. Ez a szolgálatod egyik lényege? Egy nagyszerű kórus van ott tulajdonképpen. Aha. Hát mostanában nem tudok nagyon részt venni a munkájukba, de évekig tagja voltam, és hát most is, ha fontosabb rendezvények vannak, akkor részt veszek benne. Kimondottan jó kórus. Hát néhány profi taggal, a rádió énekkarában például a Patona Kati, nem tudom, hogy a nevét hallottad, de szóló énekes, gyönyörű hangja van. Ő kántor is ott a templomban, a másik kántorunk pedig az Operaház tagja. Úgyhogy fantasztikusan el vagyunk látva hangokkal. Hát és a Csaba? Ja, és Csaba, igen. Csaba is, és a Batki Laci pedig a Patonai Kati férje, ő pedig a Forefathers egyik tagja. Úgyhogy, és ő is a kórus tagja, hát amikor el tudnak jönni, úgyhogy... Jobb is csapat van Csömörön, kérem. Gyönyörűen szól a kórus, tényleg. Szépen. Sasikám, így a beszélgetés vége felé milyen feladat vár rátok? Akkor először te Zóra is, aztán Sasi... Nem tudom, a napi programra gondolsz, vagy nem, a esetleg valami jelentősebb koncert. Jó. Ugye, igen, igen. Hát nekem most úgy néz ki, hogy valóra válik egy nagyon-nagyon régi álmom. Dukkolom. Egy nem tudom, mennyire szereti a kedves közönség a jó swinget. Ella Fitzgerald nagyon régi kedvencem. A jó swing, az biztos, hogy szereti. Jó, akkor majd jövünk koncertezni. Úgyhogy a zenekari tagok már nagyjából összeálltak, és ilyen Ella Fitzgerald emlékzenekar tulajdonképpen, de mástól is fogunk játszani. Csaba lesz a dobos, a fiam Kocsis Olivér, ő pedig egy nagyszerű jazz zongorista, most Bécsben tanul tovább, és ő is a zenekar tagja. Jó családba született. Igen. Úgyhogy áll össze ez a csapat, és egyelőre keresünk olyan helyeket, ahol havi vagy heti rendszerességgel tudunk zenélni. Hát aztán kiderült itt néhány elejtett mondatból, hogy mi igazán tényleg nem nagyon beszéltünk, köszönöm, hál' Istennek sikerült meglepetést szerezni, nem csak a közönségnek, hanem Sasinak is a jelenléteddel. Ha már muzsikáról van szó, meg boldogult haknis korszakból eszembe jutott egy zenekar, akik magyar nótásokat kísértek, ez a tipikus elszólás, hogy hát látod, ez egy becsületes banda, ezek nem játszanak össze, látod? Megpróbáltam ennek eleget tenni, de tényleg nem beszéltük meg, de azért ennyit hadd áruljak a személyes dolgot. Május 1-én említettem debreceniek, mondjuk visszamegyek Debrecenbe, azért, mert sportműsorban dolgozom, stadionavatás lesz, hát ma már lassan nem lesz nagy szám, mert elindul a stadion építés, most még pontosan elindult már, és hát a Sasi ott lesz ugye vendég, május 1-én Debrecenben, fő fellépője az esti programnak, stadionavatónak, de hát azért említsünk meg, Sasi, még a május hónapból néhány jelentős fellépést, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, nem először szerepelsz Dunaszerda helyen, de úgy tudom, még akkor is május 17-én, aztán lesznek Budapesten fesztivál, Balatonfüred, aztán ugye megint Debrecen, a Csak azért is szerelem. Igen. Mit emelsz még ki a közeljövőből? Debrecen május 1-e az annyiból érdekes, hogy a Miklós Erikával fogok duettet énekelni, és én lóháton fogok énekelni. Ő pedig egy hintában fog ülni, és a Time to Say Goodbye című duettet fogjuk énekelni, és közvetíti a televízió, úgyhogy mindenki meghallgathatja és megnézheti. Úgyhogy most már nem először, és remélem nem is utoljára énekelek az Erikával a duettet. Egyszer Szegeden a Szabadtérén énekeltem Operaház Fantomja duettet vele, angolul, úgyhogy ez nagy megtiszteltetés számomra. És hát a nyárnak a fő produkció pedig a Mamma Mia című musical, amelynek egy meghallgatás és egy tánc megnézés során elnyertem a főszerepét, úgyhogy ennek a próbái most május 5-én kezdődnek. Így van. Köszönöm. Augusztus 15-én lesz a Szegedi Szabadtérén a bemutató, és ott 7 előadásban láthatja egy és ugyanazon szereposztásban. Kovács Kriszta lesz a főszereplő hölgy, és én pedig a főszereplő. És a 7 előadásra már lábon elkelt 28 ezer jegy. És aztán pedig szeptember
6-án mutatjuk be a Madách Színházba, és onnantól kezdve szinte folyamatosan. Tehát az októberi hónap végig a Mamma Mia jegyében telik a Madách Színházban, úgyhogy ez lesz a következő. De játszunk szabadtéren, a Bakástéren Zrínyit, augusztus 30-án, 29-én Körömközségben a Fejedelmet, Egerben játszunk Fejedelmet 26-án, és sok-sok csak azért is szerelem van az ország különböző pontjain, Kisvárdától Makón keresztül, Zalaegerszegig és Eger és mindenfelé. A honlapomon részletesen rajta van. És a lovas versenyek sem maradhatnak ki. Ami most jön ebben a szabadtéri szezonban a negyedik lovas versenyem, ez most vasárnap a Magyar Nemzeti Lovardában, a Tatterzában lesz. Két pályát megyek, a Grépvitál Szatúr nevű lovammal, és remélem, hogy valami jó eredmény. Csoda, hogy nem találkozunk vele. Kedves televízió nézők, kedves közönségünk, kedves vendégeink, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Sasvári Anna Mária, Sasvári Sándor, a Sasi Tesó két tagja. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, Sasvári Sándor búcsúzik majd egy dallal. Én pedig azzal búcsúzom, hogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem sikerült néhány kellemes percet is szerezni önöknek, és legközelebb is találkozunk a negyedik derűlátókkal. Vibók Ildi festőművész, rajzolgató biológus lesz a vendégünk, és Erdei Zsolt, világ és Európa bajnok ökölvívó. Akkor is számítunk a figyelmükre, minden jót, jó szórakozást, viszontlátásra. A színpadon pedig Sasvári Sándor. És a gyöngyvirágot szagoltgattuk itt, mert édesapánknak a kedvenc virága volt, úgyhogy külön köszönjük. Nincsenek véletlenek. És akkor fináléképpen a Kárpátok között című dallal szeretném befejezni ezt a kis beszélgetést. Ez a Bercsényi Miklós dala a Fejedelem című musical operából, amelyik második Rákóczi Ferencről szól. Fogadják szeretettel, és köszönöm, hogy itt lehettem. Bocsánat, hogy háttal vagyok. A köd gomoly szép tájat rejt, a Kárpátok fölött sok vén fenyő méz könnyet ejt, a Kárpátok között a nap pihen. Így mit se sejt, hogy hány szívvel és nem felejt valahol a Kárpátok között. A börtönökből fém koppanás a Kárpátok között. A jégcsapon csepp olvadás a Kárpátok között. Egy szó, egy sóhaj, egy dobbanás, egy szebb jövő villanás valahol a Kárpátok között. Felhők közt a csöpnyirés, kevés, de mégis ott bújik meg a vágyott ébredés, amíg hisszük a jót a két rossz között, amíg távol jövő a múltból öntözött, addig élem én a Kárpátok között. Szélzokok tél delattál a Kárpátok fölött, hol nincs tető, nincs jó szabály a Kárpátok között.
hol nincs öröm, ha szól a száj, hol a szív sír és úgy mondja fáj. Valahol Kárpátok között egy régi csillag múltat mesél, a Kárpátok fölött, és arra int, hisz, bízt, remélj, a Kárpátok között egy dalt, egy himnuszt, akit zenél, egy nemzet áll, és újra él. Sűrű felhők közt egy csöpnyi rés, kevés, de mégis ott bújik meg a vágyott ébredés, amíg hisszük a jót a két rossz között, amíg távol jövők a múltból öntözött, addig élni a Kárpátok között. Hisszük a jót a két rossz között, amíg távol jövőt a múltból öntözött, aki élené szerte szét a Kárpátok között, aki élené szerte szét. Nagyon szépen köszönöm.